Itt a Széchenyi István Egyetem új aulájában, ebben a modern, 21. századi dizájnnal kialakított térben nyitotta meg kapuit, alig egy hónapja városunk új kiállítóhelye, az Uni Galéria, mely a már működő kulturális intézményeken túl a kortárs képzőművészek és alkotók fellegvára lehet a jövőben. A galéria ötlete dr. Reknicer János nevéhez fűződik, aki maga is műgyűjtő. A rektor helyettes tervei szerint éves szinten 4-5 tárlatnak szolgál majd otthonául a kampusz új tudástere. Ez egy nagy tér, nagyon izgalmas, szép tér, gyönyörű felületekkel. Itt vannak a hallgatók, azért ami 7000 hallgatónk, nappali tagozatos hallgatónk folyamatosan jár ebben a térben. És hát ugyanakkor az egyetem is ezzel egy olyan művelődési pont, kulturális pont, befogadó pont lesz, ami szerintem a városba szükséges. A galéria képzeletbeli nagykönyvét elsőként Balog István Gruber Béla díjas képzőművész szignózhatta, február végéig ugyanis az ő monumentális olajfestményei díszítik az egyetem falait. Nem a jelennek, nem a múltnak kell megfelelnünk, hanem a jövőben kell igazolódni a művészetünknek, és én úgy látom, hogy fél lábbal a jövőben vagyunk, hogyha ebben a kiállító térben körbenézünk, érezzük az előrehaladást, érezzük a kölcsönhatást, érezzük az embereknek a reakcióit, és a művek talán jobban tudnak működni ezáltal. Az Uni Galéria nem titkolt célja, hogy felélessze a hallgatók kulturális kíváncsiságát, hiszen a mérnöki és műszaki vonalon túl a művészet is a preferált területek közé tartozik a kampuszon.